Sziasztok! Már megint egy litium vasfoszfát akú, egy olyan márkától, a Power Queen-től, ami eddig nem volt nálam és szerencsére sikerült őket rábeszélnem, hogy egy olyan méretű és olyan tulajdonságokkal rendelkező akut küldjenek, ami nem megszokott és amilyen még eddig nem volt nálam. Ez ugyanis egy 140 amperórás bluetoothos applikációval is kezelhető és több tulajdonságában az általam eddig próbált akuktól különböző és szerintem jobb akú, pedig jó pár litium vasfoszfát volt már nálam az elmúlt időben, Ebben a videóban ezt fogjuk megnézni közelebbről, tartsatok velem ma is! Azzal, hogy mi van a dobozban, nem nagyon akarom húzni az időt, mindig ugyanaz van a dobozban ezeknél az akuknál, maga az aku, és azon kívül van egy ilyen kis tasak, amiben már ezeket kiszedtem, ehhez konkrétan kettő csavart és kettő ilyen kis védőkupakot, meg még plusz kettő alátétet adnak. Meg van egy ilyen kis tasak, amiben hát a szokásos elmaradhatatlan matrica, és egy ilyen nagyon gyors beüzemelési papírka, meg egy használati útmutató van angol és német nyelven. Múltkor már valaki kifogásolta, hogy miért olvasgatom én a használati útmutatót, amikor azt bárki el tudja olvasni, úgyhogy most ebben nem megyünk bele. Hogyha már valaki látott lítiumvas foszfát akku használati útmutatót, akkor ez sem fog semmilyen újdonsággal szolgálni, nagyjából ugyanazok vannak benne, alapvető bekötési tanácsok a szakmunak a tulajdonságai, de mindjárt arra kitérünk, de csak a legfontosabbakra az, hogy hogyan lehet napelemes rendszerre kötni, hogyan lehet sorosan és párhuzamosan kapcsolni. Na, de ezek igazából akkor lényeges információk, amikor már megvetted és használni akarod. Egyébként a linkjét ennek is természetesen, mint mindig, berakom a videónak a leírásába honnan meg lehet venni, európai raktárból küldik nekem kevesebb, mint egy hét alatt ideért, és hát csak annyit kell fizetni, amennyi a honlapon van, mert ugye az európai raktár miatt van meg álfa nem terheli. Na, de nézzük magát az akut, mert szerintem ez, ahogy az elején mondtam, egy érdekes, sokkal érdekesebb, mint az eddigék, amik nálam voltak, mert általában ő mi az, amit lehet kapni ezeknél az akut cégeknél, hát van 100 amperórás, meg van 200 amperórás, jóval nagyobb az már ilyen combos 20 kilós. Én eddig ilyet viszont még nem láttam, ami 140 amperórás, és ahhoz 150 amperes BMS van benne. Ez azt jelenti, hogy 1792 watt-órát tud, és egyébként maximálisan folyamatosan 1920 wattot is ki lehet belőle venni. Vagyis ahhoz képest, hogy milyen kicsi és milyen könnyű, ahhoz képest elég combos teljesítményekre képes. Tehát, hogy milyen kicsi és könnyű, azt csak úgy mutatnám meg, hogy ugye ez egy 140 amperórás, és ide mellé teszek egy hagyományos méretű 100 amperórást hoppá. Tehát, hogy azért az, hogy gyakorlatilag talán ha egy centivel szélesebb, alacsonyabb, és nézzük meg, ez a mérete meg nem nagyobb, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ugyanakkora, ahova a 100 amper órás elfér, oda ez a 140 amperórás is befér, és ez 10 kg, ez meg 13 csak ahhoz képest, hogy mennyivel nagyobb, tehát na, azért ez nagyon nem mindegy, hogy amikor mondjuk egy lakókocsiba vagy lakóautóba egy ilyet beszerelsz, akkor ugyanakkor a helyen szinte alig nagyobb súlya 100 amperórád vagy 140 amperórád lesz. Egyébként már az előbb feltöltöttem, és csináltam róla egy kapacitás tesztet, azt most megmutatom, tényleg tudja a 140 amperórát. A 3000 wattos inverteren keresztül és egy mérőműszeren keresztül kötöttem rá egy elektromos hősugárzót, és azt az egyes fokozatra állítva 1000 wattos teljesítménnyel üzemeltettem, és mindaddig, amíg az akunak a BMS-e nem tiltott. Tehát gyakorlatilag kifogyasztottuk belőle az összes áramot, amit ő adni volt hajlandó, és így a végére 141 amperórás kapacitást mutatott a műszer. Ami nagyon jó, mert ezzel két szempontból is túlteljesítette általában a lítium-vasfoszfát akukat, legalábbis azokat, amik eddig nálam voltak, mert általában inkább az volt a tapasztalat, hogy egy nagyon kicsivel, egy néhány amperórával, egy néhány százalékkal kevesebbet tudtak magukból kiadni, mint amennyi rájuk volt írva, tehát ehhez képest ez a ráírt mennyiséget tudta, és méghozzá úgy tudta, hogy azért a, a, az ő teljesítményéhez kapacitásához képest egy viszonylag nagy árammal merítettük, tehát ennek már annak ellenére, hogy simán bírja majdnem a kétszeresét is, hiszen ahogy mondtam 1920 wattot tud folyamatosan, amíg le nem merül, de azért ez az 1000 watt körüli, ez már nem ideális, és mégis ezzel is tudta a 141 amperórát. Ilyenkor valószínűleg, hogyha még egy sokkal kisebb fogyasztót a rákötünk a végén, akkor még egy-két amperórát ki lehet belőle akár préselni, úgyhogy az, hogy ezzel a nagy árammal is tudta, ez szerintem szuper, úgyhogy ezt meg is fogom tartani, és bekerül a lakókocsiba, a Movernek, a lakókocsi mozgatórendszernek a meghajtására, amiben most egy ilyen spirálcellás, jó minőségű AGM akkor van, de az már legalább 6-7 éves, mi már azzal vettük a lakókocsit. Amúgy is lassan ideje lesz le lecserélni, és ez minden szempontból a mérete miatt is pont jó lesz, mert pont oda befér, meg ez bőven elég combos ahhoz, hogy Elég lesz a movernek a mozgatásához. De azt mondtam a videó elején, hogy több szempontból is nekem ez jobban tetszik, mint azok, amik eddig nálam jártak más lítiumvas foszfát adunk. Az egyik az, hogy ennek ilyen a füle általában az szokott lenni, hogy itt kihúzható ilyen madzagos dupla füle van, és akkor azt két kézzel lehet csak cipelni. Ennek viszont ilyen más, más alakú a teteje, és egy ilyen füle van, és ezt így egy kézzel is, mint egy táskát lehet cipelni. Szerintem ilyen szempontból ez jobb. Nyilván ritkán kell hordozni de ha kell, akkor ez előnyösebb. És a másik, ami nekem kifejezetten tetszik, az ez, hogy itt körbe olyan a pereme, mint az autóindító akkumulátoroknak, tehát van egy ilyen ö, kiszélesedő műanyag perem. Most nézd meg, megmutatom ezt a másikat. Általában a lítium-vas-foszfát azok ilyenek, hogy egy ilyen sima falu, ö, egyszerű szögletes doboz, aminek itt alul nincs semmi. Tehát, hogyha rögzíteni akarod a valahol, például egy lakójármében, akkor vagy így fölülről kell valahogy leszorítani, vagy, vagy ki kell rá találni valamilyen megoldást. Ennek viszont itt alul ilyen kis leszorító fülekkel lehet majd rögzíteni a lakókocsinak a padlójához, tehát sokkal egyszerűbb, többféle lehetőséget kínál a rögzítésre, ez is szerintem tök jó. Most ebben a videóban nem fogok belemenni, a, hogy elmagyarázzam a különbségeket a hagyományos ólomsavas és a litiumvas foszfátokok között, ugyanis erről már van külön videó, itt a jobb felső sarokban meg tudod nézni, hogyha még nem vagy tisztában ezekkel. Mindenesetre annyit fontos megjegyezni, hogy ez, látod, hogy mekkora, meg látod, hogy nem túl nehéz, ahogy mondtam, 13 kg, ugyanekkor a teljesítményű 140 amperórát ah tudó olomsavas akunak a súlya az minimum kétszer ennyi, tehát ez biztos, hogy legalább 25 kg, és fizikai méretét tekintve is sokkal nagyobb. És hát ugye ezen kívül az ólomsavas akkumulátorból a ráírt kapacitásnak körülbelül felét lehet csak kivenni anélkül, hogy az aku károsodna, ezeket meg akár 100%-ra is le lehet meríteni, de 80%-ig egészen nyugodtan, akár rendszeresen is, mert semmi bajuk nem lesz tőle, tehát alapvetően ugyanannyi van ráírva, de ezekből mégis jóval több kivehető, és ráadásul jóval nagyobb tempóval, jóval nagyobb teljesítménnyel meríthető, tehát egy ólomsavas akku az hosszú távon nem feltétlenül fog neked tudni adni egy 140 amperórás akku 2000 wattot hozamosabb ideig, tehát na, szinte minden tulajdonságukban ezek sokkal jobbak. Ja, és arról nem is beszélve, hogy a foszfát foszfátakuknak az élettartama is jelentősen 5-10-szer nagyobb, mint az ólomsavas akuknak, sokkal több merítési ciklust, 3-5 ezer merítési ciklust bírnak teljesítménycsökkenés nélkül, és akár tízezret is úgy, hogy még mindig 60% fölött lesz az eredetihez képest a teljesítményük, az meg bőven 10 évbe vagy akár évtizedekbe mérhető egy ilyennek az élettartama. Hát ugye egy negatív tulajdonságok van, de ez is folyamatosan javul az áruk. Ezek azért jelenleg még többe kerülnek egy másfél-kétszer annyiba, mint egy hasonló kapacitású ólom-savasakú, de hát valójában az előbb felsorolt tulajdonságok mindegyike külön-külön is akár megéri ezt az árkülönbséget így együtt, meg aztán különösen. Úgyhogy szerintem manapság már semmiképpen nem érdemes ólom-savasakút venni, hogyha valaki hosszú távra tervez. Good luck. És ahogy mondtam, van egy telefonos alkalmazás, a Bluetooth-on tud kapcsolódni az akkora, akkor lévő QR kódot beszkennelve, vagy amúgy a Google Play áruházból is le lehet tölteni az applikációt. Itt van, és akkor hát először regisztrálni kell egy e-mail címmel, létrehozni egy fiókot, és akkor utána az alkalmazásba akárhány akkumulátort be lehet vonni. Hát ugye nekem egy ilyen van, úgyhogy ezt az egyet bevontam, itt van, és akkor magára az adott akura kattintva be lehet lépni, és akkor annak az adatait meg lehet nézni, 100%-os a töltöttsége, 67 Fahrenheit, tehát ezt biztos valahogy át lehet állítani. Celsiusban itt mutatja az aktuális adatokat, ugye jelenleg nem nincs róla fogyasztás, tehát a teljesítmény nulla, az áramfelvétel nulla, amper volt, és akkor itt hát nagyon alapvető adatokat lehet csak megtekinteni a készülékről, mert azt mondja, hogy a balansz, ne hát annyit ír, hogy nagyon jól balanszoltak, egyensúlyban vannak a cellek, optimális working Conditionben van, és a BMS nagyon remekül működik, de hát ugye ezen kívül mást ezekről nem tudunk megtudni, szóval nem enged nagyon mély betekintést az akkú lelkivilágába. Itt néhány tanácsot meg lehet tekinteni, és itt pedig a merítést le lehet kapcsolni, illetve az egész akkút le lehet kapcsolni távolból is. Ez olyankor lehet előnyös, amikor mondjuk mintha, hogy nálunk például bent van a movernek az akuja az ágy alatt, és hogyha valamért mégis meg akarom szakítani az akunak a meríthetőségét, akkor nem kell fölnyitni az egészet, hanem minden az alkalmazásból. Hát ezt meg lehet tenni, meg hát ennyi. Igazából ennyit tud ez az alkalmazás. Hát láttunk már olyan alkalmazást, ahol azért ennél több féle adathoz hozzáférést engedélyezett, de az alapokat végül is ez is tudja. Ahogy már a videóból szerintem rájöttetek, nekem ez az akku tetszik, mert ez a 140 amperóra szerintem pont egy megfelelő középút, ez már gyakorlatilag mindenre elég a 2000, közel 2000 wattos folyamatosan kivehető teljesítménnyel, viszont ehhez képest a mérete és a súlya meglehetősen kicsi, így gyakorlatilag szinte bárhova elfér, és az, hogy ilyen körbe ilyen pereme van, és így könnyen leszorítható meg, hogy így cipelhető meg, hogy bluetooth -os. Én teljesen elégedett vagyok vele, úgyhogy ahogy mondtam már, megy be a lakókocsiba, hogyha meg nektek is tetszik, akkor ahogy már mondtam, a linkjét berakom a videónak a leírásába, onnan meg is lehet venni. Hogyha meg csak szimplán hasznos volt a számotokra ez a videó, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!